nagyon összetett ez az ügy, azon kívül, hogy tényleg egy olyan dráma, egy olyan tragédia, amiből sajnos az utóbbi évtizedekben egyre több van. De minden okozatnak van oka. És amikor egy alkoholistánál ráfogják azt, hogy alkoholista, azt soha nem elemzik, hogy miért iszik. Amikor egy ilyen dráma történik, ott is ugyanúgy az okozatot körbejárják, elítélik, de ugyanakkor az okot, hogy ez miért történt, erről kevesebbet beszélnek. Eleve a szabadság fogalmát kéne először is értelmezni, és a szabadság az semmiképp sem azt jelenti, hogy én a másikat akármilyen vallási, etikai, erkölcsi, egyéb meggyőződésében bántok vagy kigunyolok, vagy érdemesetben ennek a lapnak az esetében tulajdonképpen csak a vallás a célpontom, és ráadásul, mert lehetnek papos viccek, meg apácás viccek, mint ahogy vannak is, csak nem mindegy annak a jó értelembe vett mélysége. És nagyon egyetértettem Márfi Gyula érsek úrral, amikor a Veszprémi Naplóba egy levelet küldött, amiben pontosan ennek a lapnak a felelősségét is fejtegette. Sok vitában részt vettem, párbeszédben, beszélgetésben az elmúlt napokban, hetekben ezzel a témával kapcsolatban, és igazából egyet tudok azokkal érteni, akik azt mondják, hogy nem lehet egyszerű választ adni erre a kérdésre, hiszen Franciaországon belül, a francia kultúrába sokkal inkább belefér az a fajta élesebb kritika, élesebb kikarakírozása, akár a vallásoknak is, ami mondjuk Magyarországon, és főleg a keresztény konzervatív gondolkodásmódban nagyon erős provokációnak hat. Azt gondolom, hogy önmagában nem történt semmi különleges a Charlie Hebdo részéről, ami korábban ne történt volna meg. Mégis egy nagyon fontos felkiáltó jel, az én számomra mindenféleképpen, hiszen a sajtómunkásként magamot is mindig megmérem, hogy amit írok, az bánt-e másokat, sért-e másokat. És azt gondolom, hogy ennek az újságnak is, meg úgy egyáltalán minden újságírónak el kell azon gondolkodnia a történtek kapcsán, hogy azzal, amit ő tesz, azzal a saját kis mikrokörnyezetén túl, hiszen Franciaországon belül egész máshogy értékelték ezt az egész Charlie Hebdo tevékenységet, mint máshol, azon túl mások másként gondolkodnak esetleg. És mi magyarok magyarosan gondolkodunk, a franciák franciásan, de lám-lám, igenis provokáció volt, ha nem a franciák házon belüli táján, de mégis az iszlám számára, és különösen annak a radikális szárnya számára. A szakrális valóság, az még a nem hívő életében is egyfajta szerepet kell, hogy játsszék. Tehát a szenttel való találkozás egy ősi emberi tulajdonság, és én azt gondolom, hogy igazából erre minden társadalomnak szüksége van. Tehát azt gondolom, hogy a sajtószabadság egy nagyon fontos érték, de a szabadságot igazából a személyes kategóriák felül értelmezném szívesen. Azzal szemben szoktunk akár kihívó mondatokat is megengedni magunknak, akit jól ismerünk, és akiről tudjuk, hogy hogyan fog reagálni. Akiről legalábbis sejtjük, hogy nem fog túlságosan vad reakciókat megengedni magának, akiről azt tudjuk, hogy biztosan megsértjük vele, abban annak nem látom értelmét. A puszta sértegetésnek, vagy a puszta gúnyolódásnak, a másik öncélú gyalázásának nem látom értelmét, és nem is tartom a sajtószabadság tárgykörébe tartozónak. Az újság nem tanult, induljunk ki a legkisebb láncemből, mert ők még durvább, tudomásom szerint még durvább karikatúrákat és poénokat mindezek után, hogy tulajdonképpen elveszítették a munkatársaikat, és nem akármilyen szörnyű módon. A világ nem tanult, mert a világ már nagyon sok mindenből nem tanult eddig, amiből tanulni. Számos terrorcselekmény volt már, akár Afrikában, akár mondjuk Amerikában, lásd a kettős torony, de nem tanul, holott tulajdonképpen egyet kéne csak, egyedül egyet.
a krisztusi magatartás szerint elfogadni a másikat. Fontosnak tartom azt is hozzátenni, hogy ezzel a sajnálatos, fájdalmas és borzasztó események kapcsolatban sokszor a negatívumokat nagyítjuk fel, és bizony nagyon sok negatívum kötődik ehhez az eseményhez. Viszont pontosan ezek a párbeszédek, amelyeket elindított ez az esemény, és felszínre jöttek egyáltalán arról, hogy tudunk-e úgy párbeszédet folytatni egymással, hogy közben mondjuk az alapvető dolgokban nem értünk egyet. Máshova tesszük ennek a bizonyos szabadságnak, szólás, sajtó, vallásszabadságnak a határait. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok érték került felszínre. Például önmagában ez a párbeszéd, a dialógus, hogy tudjunk azonos nevezőket találni olyanokkal is, akikkel mondjuk akár politikailag, világnézetileg másik oldalon állunk. Mondhatnánk ezt, hogy világok találkozása zajlik azóta, mióta elindult ez az egész élénk diskurzus, ami nem csak Magyarországon, Európában, de az egész világon végsöpör, és sajnos látjuk ennek valóban negatív kimeneteit is, de én bízom benne, hogy ez inkább világok párbeszéde és közeledésére ad lehetőséget, sem mint mondjuk világok háborújára, harcára. Egy olyan összetett helyzetben vagyunk, amelyben mindenkinek inkább a kiengesztelődés és a béke útját kell keresnie, amelyikben inkább a saját meggyőződésnek a bátor, de szeretetteljes vállalása lehet a kivezető út, és nem valamiféle további fricskázás vagy öncélú magamutogatás.